Sziasztok, jó éjszakát! Hogy hívnak? Na, tehát aki esetleg nem ismerne, Bucsánszki Tamás Bucsi vagyok. Fogjuk rá... Fogjuk rá negyedéves tanár is, illetve webegyből most demonstrátor. Így ilyen bemelegítő dolognak azt álltam, hogy először csak egy ilyen kérdést tennék, hogy ki az, aki átment már ever webegyből nálunk, vagy más egyetemen? Ez ugye fele körülbelül a társaságnak. Nektek nem biztos, hogy annyira sok újdonság fog most elhangzani. Lehet, hogy lesz olyan, amit nem hallottatok. De alapvetően a célközönséget azt a most webegyet végzőkre lőttem be. Aztán majd meglátjuk, hogy ki mit tudszok ebből hazavinni. De ha már ilyeneket nézünk, hogy ki mennyire túlképzett ehhez, ki az, aki dolgozott már frontend fejlesztőként, vagy ehhez kapcsolódó helyen valaha? Ez egy sokkal szimpatikusabb arány. Nektek biztos nem lesz, amit mondom. És megkérdezem akkor a frontend fejlesztőinket, hogy HTML-t meg CSS-t szoktunk kézzel írni az egészet? Előfordul ilyen? Kell ilyet csinálni? Kézzel. Tehát, hogy nem egy PHP script generálja az outputot, nem egy framework-ot használsz, hanem te leülsz és kitalálod, hogy hogy nézzen ki és hogy rakod össze. Előfordul ilyen gyakran? Persze, így kell papírra kell csinálni. Nem fordul elő gyakran. Szerintem egyébként valamikor előfordul, triviális dolog, ha mondjuk egy egyetemi oktató vagy és csinálsz magadnak egy honlapot, akkor nem kell neked egy hű de extra bootstrap izét csinálni, fölpakolászod a honlapodra és megoldod, hogy ne legyen útban indulítő. És sok embernek ez sem egy. Illetve még egy ilyen tudnivaló van erről az előadásról, és akkor most már tényleg belekezdett. Ez nem egy előadás, ez egy hazugság. Kicsit ezt egy ilyen gyakorlat jelleggel raktam össze. Tehát én most kódot fogok írni, beszélni fogok róla, kérdezzetek bele nyugodtan. Nem ígérem, hogy mindenre fogok tudni válaszolni, mert hogy én sem vagyok ennek a témakörnek egy, nem tudom, doktori vizsgával rendelkező üdvonalit szakértője. Értek hozzá annyira, hogy tanítani tudjam. Van ez a szép mondás, hogy aki nem tudja ezt ja, HTML. Ugye HTML az egy ilyen egészen kényelmetlen nyelv, különböző nyitó, záró tegek, meg kell jegyezni, hogy mi az, ami páratlan, mi az, ami páros, mit szabad beleágyazni márka, mit nem. Változik néha a szabvány. Egy ideje vannak ilyen furán elnevezett szemantikus elemeink, amik igazából ugyanazt tudják csinálni, mint egy div, csak van szemantikus nevük. Ezt webegyen szoktátok hallani, hogy minek van ilyen. És hát, hogyha én elkezdenék most itt kódot írni, akkor rájönnék, hogy ez iszonyatosan körülményes lesz így. Szerencsére itt az editorom, aki azért azzal foglalkozik, hogy zárótegeket ne kelljen kiraknom, ezt nyilván ismeritek. Oké, könnyebb így dolgozni, nagyon barátságos, szuper. Ha okos editort használunk, akkor lehet, hogy még olyat is tud az editorunk, hogy azt mondja, hogy egy egész ilyen kis boilerplate-ot legenerál nekünk. Nagyon örülünk, nagyon jó. Még mindig nem vagyunk benne, ugye? Mi van, hogyha mondjuk akarok csinálni egy oldalmenüt? Az úgy néz ki, hogy van egy ilyen nav elemem, abban általában egy rendezetlen listám, abban egy listaelem, a listaelemben egy A, aminek van egy href paramétere, ha nem írtam volna el. Szeretnétek, hogy én ezt most végigírjam háromszor? Nem vagyok hajlandó megcsinálni. Visual Studio Code ennél sokkal barátságosabb. Mert így tudom neki azt mondani, hogy szeretnék egy nav elemet, azon belül egy ült, azon egy lista elemet, abban pedig egy at, és ez ott egy kacsacsörlet van, nem egy y-szilon. Tudom, tudok gépelni. És ezt az egészet én háromszor szeretném. Ja, nagyon jó. Nem. Nem nagyon jó, mert nem zártam be a zárójelet. Egyre jobb mission failed successful. God damn! Jó? Igen? Köszönöm. Nagyon jó. Csúcs szuper, sőt még olyat is tudunk, hogy én most ezt beírom ide, és akkor ő tabbal oda lépeget. MP oldal marad. És ez meg lesz egy oldal 2. Ez meg egy oldal 3. Ugye nyilván sehova nem linkelek, mert ez ennél egyszerűbb.
És amikor én otthon szórakoztam ezzel, meg megtanultam, hogy jó, a VS Code-ban lehet így szorozgatni HTML-t, egyébként meg nem tudom, akkor elgondolkoztam, hogy most komolyan ez egy normális leíró nyelv, ahol kvázi implementáltunk egy zárójelezhető matematikai szabályt, erre, hogy kódot generáljunk belőle. Ez jó bárkinek? Mert szerintem nem. Nyilván elkerülhetetlen használni, mert hogy HTML nagyon régóta van, és más még senki nem talált ki. De előfordulnak olyan szituációk, amikor legalább a tartalomnak a struktúrálásán szeretnénk spórolni. És oké, az elkerülhetetlen, hogy mondjuk én tegyem bele, hogy különböző szekciók hol vannak az oldalamban, vagy mi egy oldalra kerülő aside elem. De általában sokkal kellemesebben is lehet foglalkozni ilyenekkel. Ez nem az a gomb volt megint. Még mindig nem. Úgyhogy akkor kézzel csináljuk. Saját gyakorlatomon mutogattam, illetve nem szeretnék leadni egy olyan előadást, ami már egyszer elhangzott szemem. Van nekünk egy ilyen csodálatos eszközünk, hogy Markdown. Nem tudom, ki az, aki esetleg nem volt itt azon a szemem. Ez is egy leíró nyelv, dokumentumok leírására szolgál, meglepő módon. És most nem fogok azzel szórakozni, hogy hogy most ezt begépeljem kézzel, mert nyilván minek szórakoznék ezzel. Így viszont a táblázat olvashatatlan. Higgyétek el, hogy én ott simán karakterekből összeraktam egy táblázat alapú szöveget. Ez itt egy felsorolás lista lesz, itt vannak a különböző linkjeim, egyes címsor, ezt innen kitörlöm, meg hogy akkor ez tényleg oldalmenü legyen, ezt fölviszom a tetejére. És mivel a Markdown direkt úgy találták ki, hogy ez egy HTML-es íthető nyelv, ezért senki nem tiltja meg nekem, hogy tegyek bele HTML tegeket is. Nagyon jó. Azt mondom a kódomnak, mármint az editoromnak, hogy csináljon ebből egy HTML-t. Nem tud belőle HTML-t csinálni, úgyhogy csalok. És a legenerált HTML-met eldobom. Ez az egy dolog, amit nem teszteltem előre, mert nyilván mindent teszteltem. Mert tényleg beteszteltem. Igen, mert hogy én ezt direkt felvállaltam, hogy ez nem egy előadás lesz, ez egy gyakorlat. Plusz-minusz nem írunk, az egyen nincsen plusz-minusz. Szomorú. De ez hány kevéhet ér? Nem ittek se ér. Most amúgy ezt streamelitek? Nem előadás, ja. Ti gyakorlatokon, hanyadik gyakorlatra adtam el azt, hogy készülök? Harmadik? Készültél valaha? Na. És akkor nyissuk meg a legenerálódott HTML-emet. Az egy kaki, mert hogy mi megbeszéltük, a HTML nem egy jó nyelv. A HTML nagyon kellemetlen, nagyon kényelmetlen. Vele kell élnünk sajnos. Jó, nagyon szuper, itt az oldalam. Azt mondom, hogy ezt nézzük meg egy böngészőben. Hát főleg, ha nem adta voltam volna róla el. Komolyan a file névben van egy plusz emoji. Igen. Igen. Szent. Itt van a jövő, fogadd el. Akkor már JavaScriptben csak változó névként emojikat használsz. Igen, igen. Csak az Arnold. Jó. És akkor ugye rögtön becsaptam a Markdownba, tehát nem beszéltem arról, hogy például a táblázat az kifejezetten kényelmetlen szerintem HTML-ben, mert hogy ugye soronként kell összerakni, és soron belül vannak cellák. Nekem ez a személyes logikámmal tök eszembe meg, én oszlopokban szeretek gondolkodni és azon cellákban. Ha generálsz kódot, akkor megint gondolkodnod, vagy mármint, hogy kódból generálsz táblázatot, megint gondolkodnod kell rajta, hogy most akkor melyik sor, melyik oszlop az a külső, belső ciklus. Nem szép, nem kellemes, de ott volt rá a kis Markdown táblázatunk, ami nem látszik, mert szétcsúszott. Úgyhogy tök jó, van egy HTML-ünk, csináljunk belőle valami értelmes kinézetű dolgot. Mivel tudunk értelmes kinézetű dolgot csinálni? CSS-sel. Nagyon szép. Mondom elég gyorsan, erre valami szárvicet. Hála a jó ég. Elmondanám a programozónak. De
Ez, hogy CSS-t fogunk tudni csinálni. Nézzük meg, hogy ez hogy kell. Meg hogy ne a levegőbe beszéljek, lehet, hogy mutatnék egy olyat, hogy hogy is néz ki szerintem, vagy hogy hogyan szeretném, hogy kinézzen itt a kis előadásnak a végére ez az oldal. Valami ilyet szeretnék belőle, azt szeretnék. Tehát látjátok, van két hasábon, van fönn egy ilyen szép oldalmenő, kellemes, barátságos, átlátható, az ott egy idézet, nem látszik annyira projektől, ami ilyen szép kis kiemelés van, vannak kis térbeli árnyékaink is, tök jó. Hogy csinálunk ilyet? Fogom magam, és a HTML-ben elkezdem jelölgetni, hogy hát ez itt mi lesz? Az egy oldalmenő. Ez mi lesz? Ez az oldalmenő elemek, főleg ha leírtam volna, hogy klassz. Klassz lesz volna. Alatta ezek micsodák mint? Egy-egy oldalmenő elem. Nem fogom végig csinálni. Van többsoros kurzor is, igen, tök jó. Kellemes ez nekünk? Igen. Ne becsüld a lázikások maszkbizmusát. Szeretem a lábecsülni. Én bimben csületes. Itt ugye megint bejön egy olyan dolog, hogy oké, tök jó, van erre eszközünk, hogy ezeket így jelölgessük. Nem szeretnék ezzel foglalkozni. Szerintem ti se szeretnétek most egyesével fölklasszozgatni ezeket, kitalálni értelmes neveket, amire utólag emlékszel majd, hogy mit is jelölt, mert így a kínkódelvek szerint szeretnénk dolgozni. Végig gondolni, hogy mi az, amit külön egy ID-val meg kell jelölnöd, mert olyan speciális elem, például mondhatom azt, hogy az az oldal, ahol most vagyok, az kapja egy ilyen aktív oldal ID-t. Ez így mind szép és jó, de nem jó. Meg ugye aztán meg kell írni a CSS-t, ilyenkor eszébe jutott mégis az embernek, hogy jó lenne azért behúzni egy bootstrap-et, most mennyivel egyszerűbb már az. Amikor készültem az előadásra, akkor volt egy ilyen fázisa ennek a készülésnek, hogy oké, beszéljünk akkor egy kicsit bootstrap-ről is. Aztán ezt feladtam nagyon hamar, amikor a bootstrap dokumentációt öngésztem. Lehet, hogy ez undorító és kényelmetlen, de bootstrap ennél sokkal-sokkal rosszabb szerintem. Nem tudom, néztetek-e már valaha bootstrap-et, nyilván akik most tanulnak webfejlesztést, ők annyira nem. Itt az a koncepció, hogy vannak ilyen előre definiált klasszok. Tehát például a navigációs elemem, az kap egy napklassz, mert ez egy navigációs elem, kap egy olyat, hogy XXL, mert nagyon szélesnek szeretném, meg kap egy olyat, hogy mondjuk. Tök random ilyen 2-3 betűs rövidítésekkel dolgozik a bootstrap. Nyilván, hogyha valaki ezzel dolgozik, ha valakinek ezt kell használni, akkor előbb-utóbb megtanulja, de amikor egy nulláról dolgozok, mert mondjuk egy webfejlesztői beadandót szeretnék írni, akkor szerintem ez egy nagyon kényelmetlen dolog. Meg ugye ellentmond annak, amit az előbb mondtam, hogy tök jó lenne, hogyha utólag értenénk, hogy mi az, amit mi ott odaírtunk. Ha mondjuk ez úgy jelenik meg nekem, hogy kilóg a böngésző méretéből és lát oldalra scrollozni, ez nyilván egy nagyon kényelmetlen, meg nem annyira esztétikus megoldás. De el kell gondolkoznom, hogy vajon ebből a három kis bootstrap-es klasszból melyik volt az, ami miatt ilyen rande lett az oldalon? Tehát a bootstrap sem egy megoldás. Mi lehet esetleg viszont megoldás? Megölöd magad? Elgondolkoztatunk azon, hogy mit is mondunk? Miért van ilyenünk, hogy na velem? HTML4-ben ez úgy nézett ki. Ez egy div, amire ráraktunk egy klasszot. Elvileg valahol az első, második gyakorlat környékén hallottatok olyat, hogy a HTML5-ot, amikor elkezdték kidolgozni, akkor megnézték, hogy a jelenleg dolgozó webfejlesztők milyen klasszokat használnak a leggyakrabban. És az első 15 leggyakrabban előforduló klasszra, így hasonlítás szerint azt mondták, hogy jó, akkor ennek legyen egy külön elem. Ugye ez azért jó nekünk, mert ha nem a szemünkkel szeretnénk feldolgozni a weboldalt, legyen az azért, mert egy robot vagyunk, vagy legyen az azért, mert egy látássérült felhasználó vagyunk, akkor az nagyon fontos, hogy kiderüljön, hogy logikailag mégis mi ez az elem, ez a klasszból nem fog kiderülni. Úgyhogy eljutottunk oda, hogy oké, akkor ez legyen egy navelem. Viszont ha ez egy navelem, ez a HTML4
HTML4-ben még nem volt ez, a HTML5-nek az újdonsága a szemantikus mérés. HTML5 volt a nagy remont a HTML5-t. Megpróbáltak belőle valami kicsit kevésbé szarul. Egyébként ez a Titan is egy kult emoji akar lenni. Ne tudod a billenti kombinációt rá. Windows pont. Tehát akkor nézzük meg, hogy hogy lehet mégis CSS-t használni, hogyha nincsenek klasszjai. Azt mondom, hogy kell nekünk egy CSS fájl. CSS, hozzunk létre egy új fájlt, mentsük el, és akkor kezdjünk el dolgozni. Van egy szemantikus elemem, hogy na, akkor én abból tudok dolgozni, mert hogy mondhatom azt, hogy én a nav elememet szeretném formázni. És ez ugyanazt fogja jelenteni, mint hogyha én azt mondtam, hogy az oldalmenü klasszú elememet szeretném formázni, hiszen oda van írva, uram, ez a nav elemem. Megint nem fogok ezzel időt húzni, hogy én most egyesével kézzel szépen lassan bepötyögjem a sok-sok kódunkat. Na így, ez honnan? Ez onnan ért, hogy felkészültem. Ilyeneket azért csinálok, hogy lássátok, hogy tényleg nem azzal, hogy én így kitaláltam, hogy eljövök szemre érte, mert foglalkoztam ezzel előre, csak bénázok nagyon sokat. És akkor vannak ugye oldalmenü elemeim is, amik a, illetve az oldalmenü elemek az a teljes lista, ez a navon belüli full elem. Ezt is tudom nyugodtan így szemantikusan formázni. Ennek annyit szeretném mondani, hogy ő ne listaként jelenjen meg, hanem egymás melletti elemekként. Ezen a három csodálatos leállítással. Szeretnék egy-egy oldalmenü elemet is formázni. De mi volt egy-egy oldalmenü elemünk? Na, cool, és azon belül a lead elem. Ők így fognak kinézni. És akkor végül, hogy ne legyen undorító, kékinkes az egész, ezért még csinálhatunk egy ilyet, hogy akkor minden elemem van egy navigáción belüli, listán belüli, lista elemen belüli link. Azt pedig így szeretnék formázni. Igen, csinál a program egy ilyet, hogy automatikusan megigazítja az indentálást. Ez a TriCR nevű kódformázó úgy működik, hogy feltelepíted, és működik. Ebben az az extra, hogy nagyon sok ilyen developer tool van, amit ugye nagyon részletesen lehet paraméterezni, és vagy nem jön automatikus konfigurációval, vagy jön automatikus konfigurációval, csak ez elég danger. A feature az úgy működik, hogy ő neki van egy pár elég erős véleménye, és ezek szerint formáz, és ha neked nem tetszik, akkor nem feature-t fogsz használni. És akkor, ugye ez a kész oldalam volt, ez pedig az, amin most dolgozok, erre ráfrissítek, akkor nem szó, ja de, ott a linkre, vagy mi, az oldalam, nagyon jó. Ugye, van még egy ilyen apró probléma, hogy nem látom, hogy most melyik oldalon vagyok. Én az egy link oldalon szeretnék lenni. És hát ilyenkor gondolhatunk arra, hogy oké, nagyon jó ez a osztálymentes élet, bizonyos... Kármán. Igen, köszönöm. Ez csak nem akartam ilyen nyíltan kimondani, mert szóval mindegy. Tök jó, nincsenek osztályok, nagy egyenlőség van. De mégis, hogy fogom én megtalálni azt az oldalt, amit én most kijelöltem? Mondhatnánk azt, hogy oké, hát akkor sajnos erre mégiscsak muszáj lesz használni egy ilyen kis idét. Látjátok, egyébként a klasszokat nem gyomláltam ki belőle, ott van a mintanagoldásomban. Tök jó lenne kigyomlálni belőle. Nem. Tök jó lenne használni mondjuk ezt az ID-t, hogy aktív oldal. És akkor megint jelenjen meg képzetbeli szemünk előtt Abonyi Tóth Andor tanár úrnak az arca. Muszáj volt. Amikor szembesül azzal a tényel, hogy te kiadtál a kezedbe egy nem akadálymentes weboldalt. Mert hogy az, hogy ID aktív oldal, az semmit nem mond egy képernyőolvasónak, vagy egy weboldalat feldolgozó algoritmusnak. Mi az, ami fog neki mondani valamit?
hogyha azt mondod, hogy ez a current page, amin vagy, ez az aria attribútum, ezek ilyen akadálymentességi attribútumok, egy csomó olyan van, amit a HTML magától tud már, HTML ott óta, de például ez a current page, ez nem egy ilyen. És akkor ha most nem rontom el, mert ugye erre mindig megvan az esély, akkor mondhatom azt, hogy az a navigációs uli a elemem, akin van egy aria current page, kapjon egy olyan formázást mondjuk, hogy a háttér színe, csak nem odaírok, hanem oda csak adjuk hozzá. Ez legyen fehér. Nézzük meg, hogy elgépeltem el valamit. Pontosan, köszönöm. Csak köztöltem, hogy figyeljük. Így sem működik. Elhiszitek nekem, hogy működik, vagy Nem kéne rámenteni a HTML-re? Megint kis fun fact a felkészülésemről. Szerintem legalább 10 percet szenvedtem azzal, amikor megpróbáltam responsívvá tenni, hogy beírtam szépen, hogy minimum szélesség az alatt egy oszlopos legyen, és a világért nem akart működni. És eltelt a 10 perc, amikor rájöttem, hogy ahogy egyébként a most bemásolt kódban is, ha megtalálom, hiányzik az a sor, ami megmondja a böngészőnek, illetve a CSS-nek, hogy mi az, hogy szélesség. Ez nincs itt. Úgyhogy hozzáadom ja, egy kis mielőtt. Beleszel az abba, hogy... A viewport device width. És akkor innentől tudni fogja, hogy mi az, hogy szélesség egyáltalán. Jó, csináljuk meg ezt responsívvel akkor. Van, aki tudja, van, aki nem. A responsív történet az úgy néz ki. Rossz puskát nyitottam meg. Most megint rosszat nyitottam meg. A responsív dolog ez úgy fog kinézni, hogy azt mondom, hogy ha az a dolog, amin én böngészem az oldalt, az egy képernyő, és a minimum szélessége kisebb, mint 830 pixel, akkor ezt meg ezt a formázást csináld rá meg. Ez meg ez a formázás egyelőre nincsen, hiszen ha megnézzük az oldalat, akkor ugye ez még mindig egy ilyen egyoszlopos történet. Ami hiányzik, az annyi, hogy legyenek szépen elrendezve balra és jobbra a két dobozom. És akkor itt most csalni fogok, mert azt mondom, hogy annak a kétszöveges elemnek annak adtunk egy-egy ID-t balra és jobbra, és ez a megfelelő irányba ki fogja őket pakolni. Vagy nem. Mondtam ennyi. De a mintába kéne lennie. Nem. Ha. Valóban nem. Ah, tudom, hogy miért nem. Jó, az mindegy. A ő lesz a jobbra. Bocsi, ez nem flexbox. Tartom, nem megsakadtam. Ilyen flexbox-el. Lehet flexbox-el is, én a flexbox-ot annyira nem. Marha ezt a jobbat szeretem. Sose kellett használnom, és lusta voltam megtanulni. Hát én... Muszáj lesz egyik szabvállamhoz. Én ez alapvetően úgy vagyok, hogy amikor magamnak dolgozok, tehát nem az a cél, hogy extra igényes és utólag is konfigurálható dolgokkal foglalkozok. Például bemutatok valamilyen elveket valahol,
akkor ahhoz nem használok fölöslegesen extra bonyolult dolgokat. Most mutatkozhatnám a Flexboxot, nézhetnénk, hogy az is egyébként nagyon sok mindent tud, nagyon kényelmetlen szerintem az is egyébként. Még a CSS Builddel sem vagyok egészen kibékülve kényelmesség szempontjából. Szóval akkor nem akarsz rá flexelni? Nem akarok rá flexelni. Nagyon jó. Látszik szépen ketté lett. Szerintem egész. Felcseréltem, hogy melyik a jobbra és melyik a balra, de ezzel nem tudom. Ez a két irány ugyanaz úgy is. Spektrum. Ibarra. Nagyon jó, szépen megcseréltük. Ugyan már világ. Jó, de egy komplex. Legalább felkészítjük Bucsit a tanári karrierjét. Clean code, átlátható, egyértelmű növeket adok mindennek. A jobbra, az balra tartozik. Örülünk, boldogok vagyunk, van egy oldalunk. Lehet még szórakozni különböző szép beállításokkal. Csak hogy ne az legyen, hogy bemásolok dolgokat, és nem tudjuk, hogy mi történik. Ami fog történni, az, hogy elengedjük azt, hogy talpazbetű típusunk legyen, mert az undorító. Wow. Elengedjük? Nem engedjük el. Csinálunk egy szép háttérszint a dolgoknak. És megnézzük. Így néz ki az oldalunk. Kicsit bele vagyunk zoomolva, ezen néz ki. Most ez tök jó. És megcsinálhatjuk azt is, hogy responsív legyen. Ahhoz, hogy responsív legyen, ahhoz mit kell nekünk csinálnunk? Ugye volt a jobbra-balrára két beállítás. Ezeket szeretném eltüntetni, hogy megint egymás alá kerüljenek. És volt egy ilyen része a kódomnak, hogy mi van akkor, hogyha kicsi a képernyő. Ha kicsi a képernyő, akkor ő ne lebegjen jobbra vagy balra. A szélessége az legyen 100%. És ezt letöszteltem előre, hogy valami minimális felső margót illik neki adni, hogy ne másszam rá a másik elememre. Kettő-kettős. Köszönöm. Gyakorlat. És akkor ugyanez a másik elememre is rákerül. Ráfrissítünk az oldalra, és akkor ugye mivel be vagyok zoomolva, ezért rögtön működik. Az oldalsó margókat nem töröltem ki, mert lusta voltam. Kijavíthatnánk, hogyha ez lenne a célja az előadásnak, de nem ez a célja. Amiről viszont még szeretnék beszélni, és amiről igazából tényleg kapta a címét ez a mai performance-om, a jelenetfejlesztés egyből kimarad. Írtam egy CSS kódot, ami 75 sor, és ugye én tök jó szemantikus elnevezéseket használtam, meg szépen egymás után írtam őket, tehát azért követhető, hogy itt mi hol van. De ha ez nem 75 sor lenne, meg mondjuk nem lett volna az az egyik lényeg, hogy nem kell mindenre klasztrolni. Ha nem lenne annyira átlátható, az előbb viszonylag hamar kiszúrtam szerencsére, de ezt a média screen részt nagyon sokáig kerestem a kódban, hogy hol is van. CSS nem átlátható, hogyha hosszú. Lehet nyilván ilyenekkel hülyéskedni, hogy akkor több CSS fájlt készítesz, őket húzod be együtt, de akkor meg az lesz egy rémálom, hogyha valahol felülírsz valami élet egy korábbi fájlba, amit nem kellett volna, akkor azt visszakövess, hogy pontosan honnan jött ez a beállításod. A CSS-re egy jó nyelv. Nyugodtan lehetett volna ennek a fájnak is egy poop emoji a fáj neve. Viszont az, hogy a CSS nem egy jó nyelv, az a HTML ellentéten szűrt megoldásokat már. Többet is, amiről most szó lesz. Azt úgy hívják, hogy SESS. Felkiterjesztés az SCSS. Nem tudom, esetleg ismeritek-e azt a koncepciót programozásban, illetve programozáshoz kapcsolódó nyelvek, majd SuperSet. Ez azt jelenti, hogy van egy fix szabványod, mondjuk a CSS. Amit ez leír, amit ez
megmond, hogy így kell lennie, ahhoz nem nyúlunk hozzá, azt elhiszük, hogy ez így van, ez a szabvány jó. Viszont mi erre nyugodtan hozzátehetünk olyan dolgokat, amit nem mondanak ellen az eddigieknek. Tehát, hogyha én megfogom szépen ezt a kódomat, és bemásolom az SCSS dokumentumomba, akkor ez ugyanúgy valid. Azaz egy különbség, hogy le kell előtte fordítani. Tehát beletettünk a saját munkánkba egy ilyen extra lépést, hogy fordítanunk kell mostantól azt, amivel dolgozunk, de szerintem megér annyit, amennyi előnyt kapunk az SCSS-sel cserébe. Mert hogy az SCSS meg tudja csinálni azt, nekem van egy navelemem, mert ha formázom a benne levő ult, akkor azt nem kell külön tekként felvennem, hanem tetszőleges C jellegű szintaxisból ismerősen nyugodtan mondhatom azt, hogy ezen a navon belül van egy ulom. És ő ezt érteni fogja, hogy nem hülye vagyok és rossz helyre illesztettem, hanem szépen összefésüli majd ezt a kettőt. Ugyanígy az ulom belül van egy lista elemem. Ja, hát azokat kiszedem nyilván. Na, mi nem? Menj följe! Beletetted az emlőmbe. Á! És nem is direkt volt. Annak idején gólyakoromban történt egy ilyen csodálatos próbálak órám, ahol a gyakorlatvezetőnk pseudokódot bemásolt a kódblokkba, és elkezdte kicserélgetni a dolgokat. Csak nem sikerült mindent kicserélnie. Igen, köszönöm. Ez nem az volt, amit akartam csinálni. Tehát elkezdte kicserélgetni a pseudokódot rendes kódelemekre. És szegényként úgy járt, hogy aztán nem értette, hogy miért nem fordul, mert hogy voltak ilyen C-nyelvnek ismeretlen dolgok. Tehát akkor ugye itt van a lean belül egy alelemünk, és lesz egy olyan is, hogyha nem a lean belülieket szeretnénk, így NDL-lel tudunk hozzáfűzni. Be is formázta szépen a formázónk. Tehát tök jó, egymásba tudtunk ágyazni dolgokat. Szerintem ez sokkal átláthatóbb. Látjuk, hogy mi hova tartozik és miért. Főleg, hogyha a VS-kód is tudná, hogy egyébként jó, boldogok vagyunk. Most ezért az egy dologért szerintem egyébként nem éri meg a CSS helyett valami más extra dolgot használni. Szerencsére nem csak ezt tudja a CSS. Tud például olyat is, hogy nagyon undorító az, amikor kettőnél több dolgot szedünk szét így egy breakpointra. Hogy ne egy isten mondjuk három vagy négy különböző elrendezésünk van mobilra, tabletre, PC-re, meg 4K-s monitorra. Akkor ugye négy külön média szekciónk van, négy különböző CSS-sel, ami általában mennyiségre majdnem ugyanannyi, mint a teljes oldalam, csak más mértékegységekkel, meg más arányokkal, elrendezésekkel. Tehát ez se egy kényelmes dolog. Viszont nyugodtan megtehetem azt, hogy azt mondom, hogy oké, itt van ez a balra elemem, és esetleg teljesül ez a történet, ez már nem is kell ide. Akkor viszont ezeket a formázásokat alkalmaz, légy szíves. Vétettem egy hibát valamit. Kevés lesz a záró kapcsos. Ah, ilyen, pont 100, és akkor nem. Nem a szesz szintaxis lesz, mondjuk pont ezért, mert hogy a szintaxet az hasznosabb, mint lesz, hogy nem kell azért materiál kerettetek. Hogy ez ne egy ilyen cypher-ed legyen, a CSS nyelvnek kétfajta szintaxisa is van. Az egyik az a CSS-hez hasonló határoló karakterekkel tagolt, ez az, ami kvázi visszafele kompatibilis a sima CSS-sel. Van egy másik, a .CSS kiterjesztésű verzió, ami meg inkább egy ilyen Python-os, ahol a logikai egységeket a behúzás mértékétől függően dönti át. Lehet egyébként azt is használni, ízlés kérdés, engem meggyőzhet erről a verzióról. Lehet, hogy is nagyon szívesen volt az ember, ha meggyőzött. És akkor ugye ugyanezt el tudom szépen vinni ehhez az elememhez is. Mit nyertünk ezzel?
azt nyertük, hogy pontosan fogom tudni, hogy erre az elememre ez vonatkozik ilyen feltételek mellett. Ha lenne más feltételem, azt is ide tudnám szépen fűzni. Szerintem ez egy sokkal átláthatóbb történet. Most közelítünk szerintem az a ponthoz, amikor, ha most én ülnék ezen az előadáson, itt már kezdenék gondolkozni rajta, hogy oké, lehet ezt a 100 dolgot ki kéne próbálni. De ennél még sokkal-sokkal többet tud. Egy dolgot mutatnék be. Ha mondjuk lenne egy egységes dizájnja az oldalamnak, és nem az lenne, hogy pink a menü és szürke a háttér, akkor mondhatom azt, hogy ez a szín, ez az elsődleges színváltozóm legyen. Mert hogy ebben a nyelvben tudunk változókat létrehozni. És akkor azt mondom, hogy nekem van egy primary color változóm, aki most pink. És ő nem akartam egy ja, nem raktam pontos össze. És tud egy olyat is, amit mondjuk imperatív programozáson biztos megtanultatok. Ugye ez egy nagyon fontos koncepció, hogy modularizáljuk a dolgokat, hogy... Nem... Na az! Ha lennének pointerek a szélsősben, akkor nem ülnék szerintem most itt. Ezt nem fogom most megmutatni, mert ugye ez egy nagyon rövid, nagyon egyszerűen menedzselhető kódmennyiség, de ugye a CSS képes arra is, hogy tulajdonképpen inkludoljál más CSS fájlokat, és akkor így tényleg extrém részletesen tudod modularizálni az egészet. Például tudsz külön csinálni egy colors, vagy egy variables CSS fájlt, ahol fel van sorolva az összes változó, ha valamit meg akarsz változtatni, akkor ott meg tudod. És utána a többi fájlhoz hozzá se kell nyúlnod, csak beimportálod ezt az egyet. És akkor onnantól már alapból tudni fogja azt, hogyha meghívom mondjuk a parametert. Igen, igen, pont ugyanúgy működik, mint ahogy C-ben inkludolsz valamit. És ezen kívül tud egy csomó mindent tesz, annyi mindent, hogy sosem kellett még használnom azon a szinten, ahol én foglalkozok webfejlesztéssel. Nyilván, hogyha frontend fejlesztő lennék, akkor most így mondanék még ott példát. Nem tudok, mert nem kellett ilyen még elhasználnom sosem ezt az eszközt. Még annyit nézzünk meg, hogy mi van akkor, hogyha ezt esetleg lefordítom, tök jó lenne, hogyha nem a webfejlesztés könyvteremben lennék. Ja, mert ugye. És ezek a változók működnek például betűméretekkel is? Bármit tudsz változóan tárolni, igen. Nem csak egy ilyen, de. És akkor azt mondom, hogy sense, légy szíves, fordíts le a style.scss fájlomat, mondjuk ezt style.css-re. Dolgozott kicsit lefordítottam, ha ejtettem volna valamilyen logikai hibát, akkor ugyanúgy kiabált volna, mint bármelyik mezei fordító a világon. És meg is tudjuk nézni akár. Én nem látom a fejeimet. Bocsi. Igen, a gyakorlat, ugye. A fájlokat keresünk, a számítógépemen. Na, ott van csak a TS kód után. Tehát ez generálta belőle, és jé, ez valid CSS. Szépen szétszette, ugye kvázi visszacsinálta azt, ami miatt én elkezdtem ezt az egészet, csak most már nekem nem ezzel a kódbázissal kell dolgoznom, hanem valami lenne, ami az én véleményem szerint átláthatóbb egy kicsit. Nagyon-nagyon félve belinkelem ebbe a dokumentumba, hogy aztán nevethessünk, hogyha valami nem jól mégse. Nem változott semmi, itt vagy jól mégse. És akkor záró gondolat egy. Ez kvázi egy ilyen köszönetnyilvánítás szekció is. Minden mellette, sok ember mellett, aki például Tor és Vizmarcia miatt... Nem, csak keresek valamit. Például Tor és Vizmarci volt az, akik miatt egyáltalán eszembe jutott, hogy eljöhetnék szemre előadni. Hát ha már ők, akkor te is. Igen. Viszont egy sokkal-sokkal nagyobb inspirációm az volt, ami megkaptam tulajdonképpen ajándékba egy ilyen projektnek.
mindjárt megnyitom, és akkor látni fogjátok. Krisztán és Marci kezdett el gondolkodni egy olyan proof of concept-en, ami boostress szinten végletekig kidolgozott valamilyen CSS framework, klasszok nélkül. De hogy nem csak úgy, hogy jó izé szép, hanem egy abszolút testre szabható, tényleg az összes létező elemet leimplementáló dolog. Meg tudjuk nézni, hogy például van az alert boxra egy beállításunk, mert hogy erre is vannak ilyen aria tegek, nem kell hozzá külön klasszt használni, és akadálymentes is egyben. Vagy a tavokat például én csináltam már, és még nem fejeztem be. Van egy olyan ilyen akadálymentességi egységem is, hogy tagliszt, és akkor abból tudok egy ilyen tabokkal váltogatható történetet csinálnom. Ott sem kell egyetlen klassz nevet sem használni ezt az egészhez. Ha minden igaz, akkor ezt, amit én itt most mutatok nektek, ezt szeptemberben, aki felveszi a webprogramozás tárgyat, az használni fogja. Ha nem, akkor nem készült el az időben. És akkor, hogy lássatok importot, és ne levegőbe beszéljek, az index.scss fájlunk ebben a projektben csak és kizárólag importálásokból áll. Szépen behúzogatjuk az összes dolgot, és ezt is ugyanúgy le tudjuk fordítani. Nem fogom lefordítani a fejletet, kicsit tovább gondolkozik rajta. De van egyébként fordított verzió belőle. Egy mappával feljen. Nem lehet direkt az SRC-t mutattam meg. Úgyhogy ez kizárólag. Hogy itt van nekünk egy compiled CSS-ünk, abban nagyon sok mappából ő csinált ...577 sornyi CSS-t. Ugye nem sok már egy-egy, hanem egyébként nem több 10-15 sornál. Ennyibe. 500 sornyi CSS és nem sok lesz. Lehetne sokkal több is. Hát jó, persze, mi lehet több. Úgyhogy... Valószínűleg egy buszre futbázishoz képest jelentősen kevesebb. Igen? Nagyon fontos kérdésem valamit, szerintem az összes jelenlegi webfejlesztés hallgató fejében megfordult, valamint az STS-es csinál kód, az valide. Valide. Valide szerint. Igen. Wow. Nyilván az összes edge-kézet nem vizsgáltam meg, lehet, hogy a SES fejlesztőt nem vizsgáltak, nem tudom. El tudok képzelni olyan nagyon szélsőséges szituációt, hogy esetleg nem valid úgy jön ki, de nem hiszem, hogy ilyen előfordul. Olyan formázásokat, amiket webfejlesztés egyen használtok, biztos, hogy valid. Nem tudsz annyira egyszerű dolgot kitalálni szerintem. Nem is akarok már. És akkor ezzel érkeztünk az áró gondolathoz. Ugye most van körülbelül bő 2 hónapotok csinálni egy webfejlesztés beadandót. Ez az egész előadás abban a szellemben született, hogy mutogassak nektek olyan dolgokat, amivel tudtok dolgozni, ha szeretnétek. Miért jó, hogyha ezzel dolgoztok? Mert egyrészt egy piacképesebb tudás felé orientál az egész, bár ugye tudjuk, hogy már egy Tamás tűznek doktorizni. Tehát azért egy piacképesebb tudás felé orientál, látsz extra dolgokat, rá vagy kvázi kényszerítve, hogy up-to-date legyél azzal, ami most menő az iparban. Nagyon-nagyon sok ember, nagyon-nagyon sok cég használ SES-t gyakorlatilag kizárólagosan. A nyelvet is. És remélem, hogy ezzel a kis bemutatóval tudtam könnyíteni majd a beadandó írási szenvedéseiteken, úgyhogy én igazából ennyit gondoltam elmondani. Ha valaki akar hozzáfűzni, kérdezni, belekötni, akkor ezt most tegye meg. Hozzáfűzni szeretném, csak hogy meddig lehet eltolni az SCSS-t. Vannak benne loopok. És nagyon szép dolgokat lehet csinálni a loopokkal, például ha van mondjuk 300 elemed, és mindegyiket különböző színűre szeretnél. Tudsz egy olyan loopot írni, ami változókba generál színeket,
és a loop alkalmazza az elemeidre külön-külön ezeket a színeket, amiket aztán valamilyen logika alapján elhelyez különböző behúzásokkal. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy JavaScript elhelyezgetős, képnézegetős bármit tudsz írni, anélkül, hogy ténylegesen JavaScriptet kéne írnod. Az most olyan, hogy ezért, hogy I egyenlő fehér, és amíg I nem fekete, addig plusz plusz I. Gyakorlatilag. Wow. Nem, meg is van mindez 50 árnyalat. Hoppá! Hogy minden újratöltés alkalmával más színű az oldal. Az nagyon gonosz. Ha valaki a wifi jelszót felolvassa nekem, mondjuk fókus. Elvarázsollak 13, nagy elves. Két ellen. Egy elvarázsollak? Ékezetnék. Három, most tudod milyen szakvárosan. Babátyivel kezdődik. Bölcsész. Tudom, hogy őkkel az elvarázsollak. Azt hittem, hogy húzik fogsz mondani. Olyan szakunk nincsen még. Csak olyan. Ha már elhangzott, hogy tudunk loopokat csinálni, esküszöm, hogy nem fogom most megtalálni, de megpróbálom. Ez milyen régi képen? Még van hajmas. Szemből eddig is volt. Szem. Marcinak van egy ilyen csodás STSS fájra, a luminance.stss, ami egy adott képjellegű elemről ki tudja számolni, hogy mennyire világos, nem mi ez. Színkód értelemben, hanem fizikai értelemben. Ez itt, amit láttok, ez egy függvény, ami STSS-ben lett írva. Tehát, hogy nem az, hogy változók meg lupok, függvényt is tudsz írni, egy stílusokról szól nyelven. Nagyon durván OP dolog az STSS. Használjátok, merjétek próbálgatni. Ezek után, hogy most már a CSS-ből is programozási nyelvet csináltunk, el fogunk jutni odáig, hogy nem fogunk tudni poénkodni arról, hogy a HTML nem programozási nyelv. HTML az ott a programozási nyelv. Kb. Ugyanezt tudja. Mivel még csak egy if van benne, azért még nem. Ha több lenne, akkor meg már egy mesterséges intelligencia. Te tudod, mi az az egy if? Múltban beszéltünk róla. If yeah. If jó, szóval tényleg köszönöm, hogy meghallgattatok, remélem, hogy tudtatok ebből tanulni valamit. Have fun writing the dungeon.